Óvalborított cserjék és fák vártak a sorukra a Halász utcai iparcikk piacon szerda délután. A Városgondnokság munkatársaitól 3 napon keresztül lehetett átvenni a növényeket Alomkoronás Székesfehérvár pályázat nyerteseinek. A program célja a virágos Székesfehérvár program mintájára, hogy a lakosság is részt vegyen a város fásításában. Ez egy japán díszcseresznye, Mandora utca 12-ben lesz elültetve, és igazából nem is volt kérdés, hogy pályázunk-e a feleségemmel, mert nem csak a lombkoronás Fehérvár programban, hanem a minden évben meghirdetett virágos Fehérvár programban is már évek óta részt veszünk. A fák elültetésével kapcsolatban a helyszínt minden esetben a Városgondnokság szakemberei határozták meg, tekintettel a közműtávolságok és a környezeti adottságok alapján. A pályázók további feladatai közé pedig elsődlegesen az utókövetés tartozik. A pályázónak vállalnia kellett, hogy a következő időszakban mind az elültetésről, és utána pedig évente egyszer egy a fejlődéséről is küld az e-mailünkre küld egy fényképet. Tehát mi mostantól a következő 3 évben nyomon fogjuk követni mindegyik fának a fejlődését, mindegyik fának a növekedését. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármesterre elárulta, hogy a Lombkoronás Székesfehérvár programot alapvetően kísérleti jelleggel indították el a már említett virágos Székesfehérvár program mintájára. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen érdeklődés lesz, és azt lehet mondani, hogy felülmúlt a várakozásokat, hiszen mindegy 250 jelentkezés volt. A hely kiválasztása együtt kicsivel több mint 150 helyre kerülhet zömébe fa és valamennyi cserje. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Városgondnokság munkatársai bíznak benne, hogy a jövőben is folytatódhatnak a növénytelepítési programok a városban a lakosság segítségével.